Üdvözlet mindenkinek, 2022. november 10-e van, és ez a Jók és a Rosszak iskolája című film, amit a Netflixen lehet majd megtekinteni. Én mindenképpen érdekesnek találtam, annyira, hogy ezt bemutassam, hát, hogyha valakit közelebb visz ez az igazsághoz, és jobban meg tudjátok érteni majd, hogy hogyan is működik a világ. Ez az, amiről szó lesz most itt, az infobubble.hu weboldalon. Köszönöm mindenkinek a támogatást, és arra kérek benneteket, hogy ha amennyiben Értékesek és hasznosnak találjátok a munkánkat, támogassátok azt, illetve osszátok meg a videóinkat, lájkoljátok azt a közösségi oldalakon, az is nagy segítség. Először nézzük meg, hogy mi az, amit lehet tudni a történetről. Röviden ez puliwood.hu, ahol azt írják, hogy a jó és a rosszak iskolája felkavarja az ismert mesetörténetek állóvizét a sztereotípiákkal együtt. A film egyébként egy regénynek a feldolgozása, amelyet szomán, Ainani írt, és 2013-ban jelent meg, el is keltek már akkor a filmesítésnek a jogai, azonban csak mostanra készült el belőle. Ez a film, ami valószínűleg sorozat lesz, mint minden ilyen idézőjelbe vett gyerekeknek szóló történet, mert azért elsősorban ez egy fajta ilyen modern mese, programozzák ugye a felnövekvő generációt. A főhős a Sophie és Agatha, és az ő történetükön keresztül fogjuk megismerni és elmélyülni majd a jók és a gonoszak vagy rosszak iskolájának a rejtelmeiben. Sophie egyébként jelentése a sophie vagy a Zsófiának az bölcsesség a görögben, Agatha pedig jó vagy nemes, szintén görög eredetű szó. Sophie egy tipikus hercegnő, míg Agatha a falunak a kitagadott tagja. Ez a kettőség, amit láthatunk ezekben a filmekben, ez jellemző mindenre, amit a, az ellenség csinál. A teremtő elmondta, hogy ő a világosság, és benne nincsen sötétség. Ő egyértelműen csak pozitív és jó, míg az ellenség, de az a jellemző, ami a jó és a gonosz tudásának a fájára, hogyha valakit ez érdekel, ez szerintem nem véletlen címe ennek a műnek jó és rosszak iskolája, az meg jó és a gonosz tudásának fáj, hisz az iskolát mi azonosítjuk a tudással, szóval, hogyha valakinek esetleg kétségei lennének afelől, hogy az egész világ forog a bibliai történetek körül azért, mert ez az igazság, akkor talán ez segít eloszlatni ezt a kételyt. Ezen filmeknek az a célja, hogy elmossák a jó és a rossz közötti határvonalat. Az, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami gonosz, illetve mi az, ami pozitív, mi az, ami jó. Ezért van az, hogy a világ olyannyira a feje állt, és az emberek nem igazán tudnak már kiigazodni abban, mert elmosódik a határ az között, ami erkölcsileg vagy morálisan pozitív, illetve ami negatív. De egy pillanatra térjünk vissza a történethez. Egy kívánság révén a két tínédzser lány átkerül a valóságból a jó és a rosszak iskolájába, és egy félreértés véget a szőke Sophie, a bölcsesség ugye kerül a gonosz kiképző toronyba. Míg a kocosai Agata a csillámporos báltermek világába csöppen ugye a jó nemes Agata. Arra gyanakodnak, hogy félreértés történt. A tanárok szerint azonban ez kizárt, és a két barátnő nem hajlandó megnyugodni, lépten nyomon próbálják bizonyítani igazukat. Szerintem a másik dolog amit ez előidéz ezek a fajta filmek, ahol ilyen harciasak a főhősök, különösen nők az az, hogy kialakul egy új fajta nő, amit már szerintem azok, akik figyelnek fel is fedezhettek a világban, és ez az új nő ez olyasmi, mint egy női testben egy férfi. És ugyanazokat a tulajdonságokat mutatja be az életébe, ami, amit addig a férfiaknak tulajdonítottunk. Tisztában vagyok azzal, hogy ezt nem lehet ilyen röviden bemutatni, hogy hogyan is alakult ez így a világban, és miért, azonban hát, ha ez is valakit közelebb visz az igazsághoz, így kezdődik a film egyébként, hogyha valaki kíváncsi erre. A lucky from the outside. Is selected for admission to this hallowed institution. A ha valaki esetleg csodálkozna, ezért van az, hogy a egyre több vezető karakter a filmekben főgonosz, akár jó hős, stb. Az nő. De most már tovább mentünk azon, hogy ez, ez nő legyen, és már nem csak nő, hanem mindenféle egyéb dolog, ami addig nem volt. Ezen a képen is nagyszerűen látszik a kettőség, amit amit demonstrálni akarnak. És hogyha valaki veszi a fáradtságot és megnézi ezt a filmet, biztos vagyok benne, hogy oda fog jutni, hogy a jó és a gonosz egyaránt jó és gonosz. Vannak jó tulajdonságai gonosznak, és a jónak szintén vannak gonosz tulajdonságai. Szóval elmosódik a határ a közt, ami elfogadható, és, és ami nem. Ez az iskolának a jele is egyébként. A fekete, illetve a fehér hattyú. Ugye School for Good and Evil, ez a címe ennek az iskolának. Szóval ez a kettőség jellemzi nem csak ezt a filmet, hanem rengeteg más. Nagyon nehéz eldönteni már egy-egy szuperhősről, hogy az vajon jó vagy rossz. Azért, mert a tulajdonságok, amiket demonstrál, azok vegyesek, keveredik ez a kettő. És a jó és a rosszak iskolája ez csak tökéletesen mutatja azt, hogy mi is az, amire vágyik az ellenség. Az pedig az, hogy elfogadja a világ hogy lehet az ember jó és rossz egyszerre, és ez nem baj, és olyan vagy, amilyen vagy. Persze most nem baj, de a jövőben ez problematikus lesz, egészen biztos. A jók iskolája képezi egyébként a hősöket, míg a rosszak iskolája képezi a gonoszokat, és ugye ezek sztereotipikusan úgy is néznek ki. Most ezt a képet megállítottam, mert ez olyan nagyszerűen reprezentálja, hogy hogyan is rejti el az ellenség a saját szimbólumait, illetve a saját üzeneteit ezekben a filmekben észrevétlenül. az ezt a csillárt akartam megmutatni, meg ezt a képet, ez, ez, hogyha megfigyeljük, most nem tudom, hogy látszik-e a kurzor ilyenkor, de van középen egy fényes csillár, és amellett két oldalt egy boltívnek a részei, azok a szemek, alul az emberek, az orr az ajtónál, és a lépcső folytatása ugye ennek a kecske orrá a két szarva pedig ez a füzér. Ha megnézzük, ez ugyanaz a kép. Ez a szimbolika, ez csak egy, amit én észrevettem így futólag. De ez tele van ez a film, és persze, hogy tele van, hisz gonosz, hősöket képes szóval mi is lenne benne, jó, hogy tele van ezzel. Én értem. De meg kell mindenkinek értenie, hogy a világ több mint amit eddig gondolt róla, és ez nem olyan egyszerű, hogy ó, ez csak ezek történetek, meg mesék, meg stb. Megmutatják, hogy a mesék itt van, most mondja el, ezen a ponton. Végzőseink átélik mindazt, amikből azok a mesék szövődnek, amelyeket utána az emberek mesélnek egymásnak. És nem csak mesélnek egymásnak, hanem amik formálják a világot, ahogy ő azt elmondja nekünk. Szóval ezek a történetek formálják a világot. Nem Elmondja úgy, ahogy a most én ezt elmondtam. Ez nem szórakoztató Ipar, ez propaganda. Alakítják az emberek gondolkodásmódját. Csak mi gondoljuk azt, hogy ez pusztán szórakozás, meg megnézek egy filmet, amiben két lány bekerül egy ilyen iskolába, és akkor ott kiképezik őket, meg mit tudom én, mi történik velük. Ez egyáltalán nem így van. Azok a gondolatok, amiket ebben a filmben átadnak, azok formálják utána a nézőknek a lelki világát. Különösen a gyerekekét. Ugyanis ők úgy vannak vele, hogy ez egy mert, mint ahogy az emberek többsége úgy van vele, hogy ez egy mese, és ezek semmi köze a valósághoz, ez csak szórakozás, meg véletlenül alakult így, meg ópó, egy szimbólum, itt egy, de ez egyáltalán nem így van. Ez tudatosan van kitalálva így. És ez a történet tökéletesen bemutatja ezt, ugyanis a sztereotípiák olyannyira ki vannak hangsúlyozva, Egy, még a vak is látja. Ha jól értelmeztem itt, akkor ez a szőkehajú lány, ebből a történetből felvázolódik az embernek a története. Azért van ez a, a fején, ő az áldozat, ő reprezentálja Jézust ebben a filmben, aki átáll a rossz oldalra. Ez az iskola és az ott tanult dolgok fogják formálni az ő elméjét, és onnan tér vissza majd a jó oldalra. Természetes, hogy a filmben a jó és a gonosz egyaránt gonosz és jó. De pontosan ez a buktató ebben az egészben, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi, ami, mi az, ami jó és mi az, ami rossz. De, hogyha figyelünk, akkor érthetjük, hogy mit akarnak mutatni nekünk, az ellenség mit akar nekünk mutatni. Az pedig az, hogy át kell állni az egyik oldalról a másik oldalra. De az az oldal is ugyanúgy elfogadható. Ami még trükkös az egészben, az az, hogy általában a gonosz a filmben az, aki képviseli a rendet, a rendszert. És a jó az, aki mindig egyfajta lázadó, aki a rend ellen lázad. Mint ahogy ebben a filmben is a két lány ugye lázad a tanárok ellen, és próbálja demonstrálni, hogy nem úgy van, ahogy azt mondják. Elege lesz aztán Szófinak abból, hogy ő egy ilyen szánalmas kis senki, akire mindenki úgy tekint, hogy egy szép kislány. Ekkor kezd el lázadni. Bemutat egyfajta karakterfejlődést, ahogy utána persze visszaáll a, a jó oldalra. Pont ez a lényeg, de de van egy kísértés benne, és ez a kísértés, ami most látszik majd ezen a rövid részletben. Ez az ember teremtése ugyanis mindenki ismeri ezt a művet Leonardo da Vinci, hogyha jól emlékszem a Six Kápolának a tetején van. Itt a lehetőség Szofinak, hogy megkapja mindazt, amit szeretett volna, pusztán cserébe el kell adni a persze a lelkét. Mi az, amit szeretett volna, Szofi? A legerősebb az az hatalmat és szépséget. Ez a klasszikus testkívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése, amelyet ismerünk az írásokból, vagy a Bibliából János első levele, második fejezet 16. Mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemek kívánsága és az életkérkedés. Ezért mondta azt, hogy szép leszel és hatalmas leszel. Ez nem az Atyától van, hanem a világból de ti ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretete. És ne felejtsd el, hogy a világ elmúlik, annak kívánsága is, de aki Elohim akaratát cselekszi, az megmarad örökké. A film tehát azt mutatja nekünk, hogy jó az, hogyha mi a világot szeretjük, és a világot választjuk. A határ, a hősök és a gonoszok között. Ez az, ami el is mond nekünk. Ez a határ el fog mosódni ebben a filmben. De le is írják, szóval nem kell, hogy elígye valaki. Nekem mondja, ezt én találom, csak ki elmondják, hogy a határ elmosódik a jó és a gonosz között. És ugyanúgy elmosódott a valóságban is. Ezért gondolhatjuk azt, hogy a férfi nő, a nő férfi, és minden egyéb aberráció elfogadható, hogy semmi nem érdekli már az embert, csak az, hogy neki jó legyen, és az történjen, ami számára kedvező. A test az, ami átvette az uralmat. És ez a film ugyanezt az üzenetet fogja majd a gyerekeknek átadni. Hogy ezt elhiszi -e valaki, vagy sem, nekem mindegy. De az a valóságon nem változtat. Köszönöm a figyelmet, arra kérek mindenkit, hogy ha hasznosnak találtátok a videót, illetve értékesek a munkánkat, akkor egyszerűen csak iratkozzatok fel a prémium csomagra, ezzel támogathatok minket, illetve hozzáférhettek azokhoz az extra videóhoz, amiket felszoktunk tölteni nap, mint nap. Ha ez nem fér bele, akkor csak osszátok meg a videóinkat, lájkoljátok közösségi oldalokon az is nagy segítség. Köszönöm mindenkinek a figyelmet még egyszer, szép napot, remélem, hogy tanult mindenki, ismét egy kicsit Halleluja!